Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves nézőket, az M3 autóparkban vagyunk, egy tűzpiros Honda Jazz fogunk megnézni, 2009. havi a járművünk, egy gazdás, egy hölgyé volt, ugye gondolom a színből azért csak egy férfi nem választ ilyen szép pirosat, bár tényleg nagyon szép színű. A jármű ugye 2009. havi, egy gazdás, hölgy tulajtól, ez ami biztos, és az is, hogy kevés kilométer futású autó, ezt mind ugye alá tudjuk támasztani, majd néhány perc múlva eljutunk oda jobboldali ülésig, hiszen ott már Feri, Peti és Koncert a kollégám felkészülten várják, hogy megnézegessük a portékákat, hogy miket tudunk mutatni. De először nézzük meg itt kívülről, aztán majd belülről, és megyünk is vele egy kört, hogyha zöld lesz az a lámpa, egyszer csak oda is el fogunk jutni. Az autónkon alufelnik vannak, ezeken a felniken én úgy láttam, hogy jó állapotú gumik vannak, Firestone márkájú gumik, amik téli mintázattal rendelkeznek. Nagyon jó idő van, ugye 30 fok van megint, de hát lassan szükség lesz majd a téli gumira, úgyhogy felesleges levetni róla már ezt a gumit. Szépen el kell használni most már addig a téli időszakig. Nagyon szép vonalvezetés, nagyon jó kis autó, nagyon jó vele autózgatni. A motorja 1-2-es benzines, ugye nagyon finom kis csendes motorja van neki. Bekapcsoltam a klímát, tulajdonképpen a klímának a ventilátor zona elnyomja a ketyerészt, és ki is kapcsolom belőle a klímát, hogy igazából csak a motorhangot halljuk. De ha már itt vagyok, azért megmutatom a klímáját, hogy hogy is üzemel, mert itt van Concerto, és hozta magával a kis kütyüt. Meg is mutattam rögtön, hogy mit tudunk vele összehozni. Itt mutattam nektek, mínusz 2,3 fok van ott nagyon mélyen bent. Olyan levegő jön, persze mire ideér már nem az a meleg van, de 30 fok felett jár a mai hőmérsékletünk, úgyhogy nagyon jól jön még mindig a klíma. És mit nem csináltam? A klímát nem kapcsoltam ki. Itt látjátok, világít is. Most már nem világít, úgyhogy abba fogja hagyni a ventilátorunk a zajongást. Meg is történne, nem is hallom, ugye? Most akkor hallgathatjuk a motorhangot. Ami a szokásos, nagyon finoman ketyerésző Honda hang, nagyon kellemes, jó hangja van neki. Van itt ABS, van itt ugye klíma, itt vannak a klímacsövek, jó hideg. Van egy jó akkumulátorunk, ami könnyedén indítja a járművet, egyéb iránt más nem látunk, mert jól el van helyezve benne. Kötfényszórók és szép tiszta lámpákat látunk itt, minden oldalról körbenézegetjük, teljesen normális, jó állapotú karosszéria van a szerkezetnek. Kinyitom a hátulját is, szépen fölemeli a gázrugó, benne van a kalaptartó, egy nagyon szép tiszta hátsó fenékrészt látunk is, egy defekt javító szettel van ellátva, originál, sose használták még, reméljük nektek sem kell már soha elővenni azt a kis pumpát, ami benne van. Na szóval, és ami nagyon tetszető, és ami nagyon jó, azt mindjárt meg is fogom mutatni, az autónak a hátsó ülés rendje, az többféleképpen változtatható, ugye egyharmad, kétharmad, azt látjuk, izofixes, azt is, viszont azt nem tudjuk, hogy van egy nagyon praktikus, jó tulajdonsága a jazzeknek, illetve a Civicnél is ezt látom, ezt így föl lehet hajtani, és itt egy óriási hely keletkezik, egy hatalmas bőröndöt ide végig lehet tolni, úgyhogy aki utazik, vagy szállítgat, ez rendkívül tetszetős, visszafelé ennyit kell tennünk, vagy pedig fogjuk és lehajtjuk, és ez vízszintesig hajlik, tehát egy üveglapot itt szó szerint el lehetne helyezni a hátuljában, olyan sík felületté válik. Visszafelé pedig csak tényleg ennyit, egy mozdulat minden. Van benne függöny légzsák is, ott elől láttam a jelzést, igen, elől oldalt is függöny légzsákos, nagyon szép a kárpitozása, nem csak a hátsó utasnak, hanem az elsőnek is ugyanilyen szép kárpitja van, szép kék. Elektromos ablakok, centrálzár, elektromos tükrök, ugye, menet stabilizátor és egy nagyon szép első ülés látunk, ami szintén szép tiszta, nincs kiülve, nincs kicigizve, és nagyon kis kultúrált a belseje. Na, most viszont visszakapcsolom a klímát. 28 fok van kint, mint mondottam, majdnem 30 fok van. Kicsit lejjebb az intenzitást, így ni. Többiek is jól érzik magukat, mert hogy itt van velem Feri és Peti is, és Concerto is, és van itt egy csomó jó dolog, amit meg kell mutatnom. 24, 10. hó 3-ig van műszakia, vagy lesz ugye, mert hogy akkor vizsgázik, illetve olyannyira igazolt a kilométer futásra, hogy mivel egy gazdás kocsi, és mondottam, hogy egy hölgyé, méghozzá Annáé volt, 129.000 kilométernél vizsgázott ez az autó, 21. 9. hóban. Ez egy eredeti osztrák okmány, hogyha
valaki nem ismerné még ezt, úgyhogy ez egy nagyon tiszta lap, jobban tele van írva jó dolgokkal, úgyhogy egy nagyon komoly tiszta lap. 2020. 6. hó 7-én 120 ezer kilométernél vizsgázott szintén, ott Ausztriában évente szokták vinni, vagyis hogy kell, kicsit szigorúbbak a magyar hatóságoknál, ugye ebből is látszik, hogy 9000 kilométert ment mondjuk egy év alatt. Na és akkor még mindig van nekem ütőkártyáim, mert szeretek itt zsugázni. Itt látszik, hogy 22. 5. hó 30-án 135 ezer kilométernél volt szervizbe ennél a cégnél, és ha visszafelé megyünk, akkor én ezt lefotóztam még, ezt az összes lapot meg lehet majd nézegetni, és akkor bele lehet tekinteni majd ezekbe a dolgokba, tehát végig fotóztam az összes lapot, hogy mindenki abszolút garantáltan jól fog járni, hogyha átlapozza és átnézi és eljön hozzánk. A rádiót is kipróbáltam. Hallgassátok ti is. Jó, van egy jó rádióben, ugye CD-s és AUX csatlakozóval is ellátták ezt a rádiót, oda lehet bedugaszolni. Kétféle módon lehet pakolászni bele, és innen is kiderült, hogy női gazdája volt, mert hogy benne hagyta a szemüvegét, és úgy látszom, hogy benne hagyta a varró készletét is, hogyha esetleg elszakad a gatyátok, akkor nyugodtan varjátok meg, mindenféle színű cérna van benne. Itt a kódkártyája, a rádiókódja, ez biztos, hogy így van, mert én beütöttem ezt ide, úgyhogy szépen szól a rádió, ezt kipróbáltuk, a klíma tökéletesen dolgozik, és akkor nézzük meg, hogy megvan a két kulcsa a kocsinak, aztán a kormányunkban zenevezérlő gombok vannak, és bordkompjúter, innen tudjuk ezt nyomkodni, 136, 926 az óra állásunk, tehát a szerviz óta, köszönjük szépen, 1600 kilométert mentek összességében. Nagyon csendes a motorja, ugye? Nagyon finoman jár a motor, azt hallottátok. Jó fogyasztásra és nagyon jó vezethető autók, a Jazzek. Óriási üvegfelület itt előttem, és mindenhol oldalt is vannak ilyen kis ablakok, ahol nagyon jól ki lehet látni belőle. Itt az első légzsák, a függöny légzsák, és akkor, mint látjátok, ez is működik benne, hogy pittyek, hogy kössem be magam. Megtörtént. Lassítottunk, üzemanyagunk is van, úgyhogy mehetnénk messzebbre is. Ablakok működnek, mind a kettőt felhúztam. Nem kopog a futómért, pedig ilyen nagyon ócska úton szoktunk itt közlekedni, ez itt Folt hátán Folt verzió. Van benne okos műszer, ott az a kis nyilak felgyulladnak, hogy fel vagy le. Például most szól, hogy kapcsoljak feljebb. Ez a harmadik sebesség. Tehát igazából nem nagyon tudunk itt közlekedni, hiszen az ég az gyönyörű szép kék, és csak így elszórtam, vannak benne felhők. Úgyhogy én ide be is állok a gépünkkel. Azt hiszem, hogy megpróbáltunk benne mindent. A tükröket is kipróbáltam rajta, az is működik. Minden működik benne. Gyertek el, nézzétek meg ezt a vasat, érdemes különben. Üdvözlöm mindenkit a csapat, a viszontlátásra, sziasztok! Ja, ne felejtsetek ezt megnyomni!